Szeretek veszélyesen élni, pedig már borítottam a magam a kávét. Felvétel közben. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy barangolás Európában videó, és ma egy olyan országba fogunk elkalandozni, ami nagyon kicsi részben van Európában. De elfogadtam a barangolás Európában kihíváshoz is, mint európai országot, mert mind Európához, mind Ázsiához igazából oda lehet sorolni, úgyhogy nem teszek különbséget most így ilyen szinten, meg egyébként két darab könyvem van azonos nemzetiségű szerzőtől, úgyhogy majd úgy fogom csinálni, hogy most csinálom ezt a barangolás Európában részt az egyik könyvhöz, és csinálok egy barangolás Ázsiában részt a másik könyvhöz. Igen, és ez szerintem már nagyjából ki lehetett találni, meg benne van a címben, jó, oké. Szóval, igen, ma Törökországba fogunk elvándorolni, mégpedig ezzel a nagyon szép kis kötettel, amit, hát ahogy a Google fordító nekem mondta, kb. Fonetikusan, ahogy kiolvastam, hogy, na, szóval kb. Ahogy kiolvastam eredetileg is a szerzőnő nevét, úgy kötett Aitül Akaltól, a Léggömbök a magasban című kötet lesz a mai barangolásunknak a könyvecskéje. Ezt a kötetet a Napkút kiadótól kaptam, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Ez egyébként, tényleg mutattam közelebbről, nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a kötet, mert nagyon szép kívülről is, és belül is sok illusztráció van benne, de nekem nagyon tetszik ezeknek az illusztrációknak a stílusa, mert hogy így alapvetően fekete-fehérek, de az ilyen narancssárgás, pirosos árnyalatokat viszont színessel vitték bele. És nagyon-nagyon szépek, nekem nagyon tetszenek. Igazából ez a kötet egy novellás kötet, gyerekeknek szóló novellás kötet, mert hogy a... gyakorlatilag ez egy gyerekkönyv, és van benne 9 darab novella, mindegyik olyan, hogy ilyen gyerek szemszögből íródott, és gyakorlatilag ilyen mindennapi problémákat vett be témának, de ugye mindezt a gyerek szemszögből látjuk. Igen, az a lényeg, hogy gyerek szemszögből látjuk, és így mindegyik sztorit igazából egy-egy gyerek meséli, és az ő véleményüket látjuk az adott szituációra. Egyébként a legtöbb novellában ez nagyon humorosan jött ki, mint hogy egy kisgyerek nagyon máshogy ítél meg dolgokat, mint egy felnőtt, és ez kiérződött, és ez olyan felemelő, vidám érzéseket keltett az emberben olvasás közben. Igazából én ezt gyakorlatilag egy ültőhelyemben olvastam ki, az a helyzet, hogy nem vittem magammal a másik könyvet, mikor ezt olvastam. És hát ugyan 110 valamennyi oldal ez a kötet, de ugye illusztrált, meg novellák, és rövidek, és így kiolvastam. Alapvetően nem szoktam sok novellás kötetet olvasni, de ez aranyos volt, ez igazából nekem nagyon tetszett. Azt hiszem, amelyik novella nekem ebből a legjobban tetszett, az a legek legjava, de a vége fele sokkal több olyan volt, ami így megmosolyogtatott, és igazán tetszett. A legek legjava az egy ilyen olyasmi volt, hogy nem akarok olyan lenni, mint a szüleim, aztán a novella végére rájött a történetmesélő, hogy hoppá, ugyanazt csinálja, mint az anyja, amit nem akart elérni, ez ilyen szempontból vicces volt, vagy hát vicces. De ahogy nagyon tényleg aranyos, rövid, szívhez szóló novellák vannak benne. Szóval nagyon örülök, hogy elolvastam végül ezt a kötetet, mert igazából előzetesen nem tudtam róla sok mindent, aztán a végére egy nagyon kellemes olvasási élményt nyújtott, úgyhogy igazából, hogyha valaki esti mesét keres például, szerintem egy-egy novellát felolvasni belőle a gyerkőcnek teljesen jó, vagy akár többet, mert mondom, én így haladtam vele, mint gép, tehát hogy alapvetően ugye nincsenek benne hosszú történetek, ezt én meg ledaráltam egyben, nagyon nem egyben, kb. Az utolsó 30 oldalt át kellett tolnom másnapra, de ennyi. Ilyen szempontból, mint hogy ez novellás kötet, nem nagyon tudok arról beszélni, hogy mi a történet, meg ilyenek. Mindegyik más. Igazából mindegyik olyan szituáció volt, amiben szerintem a legtöbben belekeveredünk előbb vagy utóbb, vagy már voltunk benne. Úgyhogy igen, aranyosak voltak. A szilveszteri még nagyon aranyos volt, az biztos, arra emlékszem, az nagyon cuki volt. De az összes többi is nagyon jó volt. Szóval most ez az európai török
könyv, amit hozok, és van egy másik, szintén Napkutól kapott mesekönyvem, azt meg majd Ázsiához fogom hozni. De őt most így az európai körre válogattam be. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!